Döntött a képviselőtestület, önkormányzati tulajdonba kerül a DVSC futballszervező ZRT. Már aszfaltoznak, jelzőlámpás lesz a Szabó Kálmán, Galamb, Vécsei, Gizella utcák kereszteződése. Különleges kiállítás, fotókon elevenedik meg a nagyerdei fürdő múltja az új akvatikum strandon. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, a Napszemle. Július 2-a csütörtök van, mondjuk a legfrissebb híreket. Támogatja a városi közgyűlés, hogy a DVSC önkormányzati tulajdonba kerüljön. A képviselők ma megszavazták az erről szóló előterjesztést. Pap László az ülésen azt mondta, elfáradt az együttműködés a többségi tulajdonos Szima Gáborral. A polgármester hangsúlyozta, hogy a város észszerű gazdasági hátteret fog teremteni a futballszervező ZRT mögé. Az önkormányzat lesz a DVSC új többségi tulajdonosa. Szima Gábor távozik a klub éléről. Részvényeit megvásárolja a város, így 2% híján debreceni tulajdonba kerül a Loki. Ezt tegnap jelentették be a Nagyerdei stadionban. A városi közgyűlésen Pap László polgármester azt mondta, nem szíve szerint való az előterjesztés, mert egyel több feladatot tesznek a városra. Viszont akiben debreceni szívdobok, tudja, mit kell tenni. Nem kívánom a költségvetést a debreceni futballra költeni. Ez az opció ez nem áll fönn. Egy észszerű gazdasági hátteret fogunk teremteni a DVSC futball szervező ZRT mögé, és ebben a tekintetben nem kívánok zsákban macskát árulni, nyilván a városi támogatás ott lesz a klub mögött. A DVSC-ről csak nem egy órán át vitatkoztak a képviselők. A szocialista Madarasi István a klub eddigi működési modelljét bírálva megjegyezte, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 9400-an voltak a múlt szombati meccsen. Nem egészséges az a gazdasági konstrukció, amely alapján működött a debreceni labdarúgó ZRT. Mert vagy legyen 100%-os magántulajdonban, vagy pedig legyen az önkormányzat 100%-os tulajdonában. A civil fórum politikusa Gondola Zsolt Zoárd módosító indítványokat tett. Azt kérte, javasolják az MLS-nek, hogy legalább 16 csapatos legyen az NB1, valamint mondja fel a kormány a kaszinó koncessziót. A következő módosító indítványom az lenne, hogy Debrecen város, illetve a vagyonkezelő 300 milliónál többet nem költhet éves szinten a cég támogatására. A többit azt tessék összeszedni a szponzoroktól. És a negyedik módosító indítványom az lenne, hogy egy éven belül a város a megszerzett részvénynek több mint 51%-át értékesítse. Gondola Zsolt Zoárd módosítóit elutasította a testület. Az eredeti határozati javaslatot 26 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. A közgyűlés emellett javaslatot tett a cég igazgatótanácsának, felügyelőbizottságának tagjaira, valamint a cégvezető személyére is. További fontos döntéseket is hozott a közgyűlés. A testület elfogadta a város Smart City programját és az idősügyi stratégiát. Megszavazták a képviselők a kulturális intézményrendszer átszervezésével kapcsolatos terveket és a tűzoltó parancsnokság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót is. Tornádó érte el tavaly májusban Debrecen térségét. A kárelhárításban a tűzoltók is részt vettek. A közgyűlésen a debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokság elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolóról is tárgyaltak. 2019-ben a tűzoltók 2611 esetben nyújtottak segítséget a lakosságnak. A megmentett polgárok száma 120-ra nőtt, ez 2018-ban 60 fő volt. Ez a szám a tűzesetek, balesetek helyszínén épületből, járműből kimentett embereket jelenti. Ebbe a reptéri szerverszobába jelenleg 146 köztéri kamera jele érkezik. Az adatok alapján a jövőben gördülékenyebben lehetne szervezni a város forgalmát. Ehhez azonban újabb kamerák és informatikai fejlesztések kellenek. Ez is része a város Smart City programjának, amit támogattak a képviselők. Ez volt a városvezetés részéről a kérés, hogy a debreceni Smart City stratégia az elsősorban a közlekedés dinamizálására, a szükséges okos eszközök, innovatív megoldások beépítésére fókuszáljon. Novembertől a Mélius Juhász Péter könyvtár, az Ifjúsági Ház és a Déri Múzeum veszi át a debreceni művelődési központ feladatait. A DMK a tervek szerint évvégén meg is szűnik. Puskás István alpolgármester az átalakítással kapcsolatban azt mondta,
Az utóbbi években a város kulturális intézményrendszere jelentős fejlődésen ment át, és ez reményei szerint a jövőben is folytatódik. Az elsődleges szempont az volt, hogy a városban virágzó kulturális élet, a várost kulturális életének fontos részét képező civil közösségek, lakosság közösségei tovább tudják élni az életüket, számukra még minőségibb szolgáltatásokat tudjon nyújtani a városi intézményrendszer. Az alpolgármester kiemelte, a racionalizálás nem leépítést jelent. Minden jelenlegi munkavállaló számára továbbra is biztosítják a foglalkoztatást. Az előterjesztést elfogadta a testület, mint ahogyan a város idősügyi stratégiáját is megszavazták a képviselők. Már aszfaltoznak a Szabó Kálmán, Vécsei, Galamb, Gizella utcák csomópontjában. A munka ma kezdődött, és várhatóan 2 hétig tart. Emiatt itt a szokásosnál is lassabb áthaladásra kell számítani. Az új homokerti jelzőlámpás kereszteződés a tervek szerint nyár végére készül el. Lassú tempóban a munkagépek mellett haladnak az autók a forgalmas kereszteződésben. A munkálatok miatt csak félpályát használhatnak a sofőrök. A kellemetlenségekért cserébe hamarosan teljesen megújul a Szabó Kálmán, Bécsei, Galamb, Gizella utcák csomópontja. Szerintem indokolt volt, mert elég sok baleset volt ezen a részen. Jó, hogy megcsinálják. Nagyon ráfért, és ez fantasztikus. És a lámpa is nagyon ráfért, mert nagyon nehéz volt itt közlekedni. A munka tavaly év végén kezdődött. A közműkiváltás és a csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése után az új jelzőlámpákat is kihelyezték. Ma ismét látványos szakaszához ért a beruházás. A kereszteződés új aszfaltburkolatot kap. Ha az időjárás engedi, akkor 2 hét alatt végeznek a munkával. Emellett az akadálymentesített járdák kialakításán is dolgoznak. A csomópont átépítése után itt gyorsabban és biztonságosabban haladhatnak majd át az autósok. Nagyon sok baleset volt ebben a csomópontban, tehát egy forgalmas csomópont. Itt nyilván a szakemberek ezt megvizsgálták, ugye jelzőlámpás csomópont kerül kialakításra, és radarok lesznek elhelyezve, forgalmat fognak számolni ezek a lámpák, és az adott forgalomnak megfelelően fogják irányítani az erre járó debrecenieket. Az új jelzőlámpás csomópont több mint 390 millió forintos uniós forrásból előreláthatóan nyár végére készül el. Fekete nap az izraelita közösség és az emberiség számára. A 76 évvel ezelőtti deportálás alkalmából tartott megemlékezést csütörtökön a debreceni zsidó hitközség. 1944. június 24-én, a zsidó naptár szerint tamusz 10-én indították el az első transportlistán szereplő debreceni zsidókat a haláltáborokba. A deportálás áldozatainak neve a holokauszt emlékfalon olvasható. Értük gyújtottak mécseseket ma a Pásti utcai zsinagógánál. Horovic Tamás, a debreceni zsidó hitközség elnöke a megemlékezésen úgy fogalmazott, a vidéki zsidóság nagyon megszenvedte ezt a szörnyű időszakot. A 12 ezer debreceni zsidó közül csak 6 ezeren élték túl a borzalmakat. A nyilvános megemlékezést a Monostorpályi úti zsidó temetőben szokták tartani, de a koronavírus járvány miatt ezt most szeptemberre halasztották. Ösztöndíj programot indít a Debreceni Református Hittudományi Egyetem a tanítónak készülő fiatalok számára. A program célja a pedagógus hivatás népszerűsítése. A hallgatók fél évente akár 125 ezer forintot is kaphatnak. Országszerte jelentősen csökkent az elmúlt évhez viszonyítva a tanítói pályára jelentkezők száma. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen ennek ellensúlyozására dolgozták ki a Kistihamér László képzési ösztöndíjat. Ennek költségét saját forrásból finanszírozza az intézmény. Kustár Zoltán rektor azt mondta céljuk, hogy minél többen válasszák a tanítói hivatást, és tanulmányaik befejezése után a régióban helyezkedjenek el. Tanulmányi szerződést kötünk majd a hallgatókkal, akik azt vállalják ebben a szerződésben, hogy a diplomájuk megszerzése után a régióban legalább ugyanannyi idő tanítóként dolgoznak majd, mint amennyi ideig igénybe vették az ösztöndíjat. A határon túli magyar nyelvű hallgatóknál ez a saját szülőhelyükre vonatkozik. Az ösztöndíjra minden tanítószakos hallgató jelentkezhet. Az oktatási rektor helyettes azt mondta, a program azokra vonatkozik első körben, akik az idei felvételén legalább 300 pontot elértek. A hallgatók fél évente akár 125 ezer forintot is kaphatnak tanulmányi eredményeiktől függően. Akár 8 fél éven keresztül
keresztül is kaphatja a hallgató ezt a juttatást. A második fél évtől kezdve egy meghatározott ugye kreditszámhoz fogjuk kötni, hogy mennyit kell teljesítenie, hogy a program részese maradjon a hallgató. Tehát rajta múlik. A Kistihamér László képzési ösztöndíj bejelentésén ott volt a Magyar Pszichológia és Neveléstudomány kiválóságának lánya is, aki azt mondta, megtiszteltetés, hogy édesapjáról nevezték el a programot. Ennek alkalmából átadta az egyetem vezetésének a névadó Debrecenben kapott első doktori címét igazoló restaurált okiratot is. Tisztújítás volt a DEHÖK-nél. Új elnököt és vezetőséget választott a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata. Az elnöki stafétabotot Csont István eddigi elnök helyettes vette át. Évente csaknem 2500 első éves hallgató vesz részt a Debreceni Egyetem gólyatáboraiban. Ez csak egy a DEHÖK rendezvényei közül. Emellett a Debreceni Egyetemi Napok és a Medikus Hét programjai is a testület nevéhez fűződnek. A hallgatói önkormányzat tagjai az egyetemi arculat megújításában is fontos szerepet vállaltak. Csont István, a testület új elnöke azt mondta, a DEHÖK több kezdeményezéssel vág neki a következő időszaknak. Az egyik egy hallgatói tudományos rendezvény, a másik pedig egy végzős hallgatókat megcélzó rendezvény. Mind a kettő én úgy gondolom hiánypótló, és igény van rá. A tehetség, úgymond tehetséggondozó tehetség rendezvényen ez egy konferenciát képzeltünk el, ahol a hallgatók a tudományos munkájukról adhatnának számot. Késő bronzkori aranykincs és egy kora részkori ház. Az elmúlt hetekben előkerült értékes leletekből Debrecen őskori történetét ismerhetik meg jobban a Déri Múzeum munkatársai. Az aranyrög és a két aranygombolyag egy belvárosi építkezésen került elő. Az összesen 10 dekagramos kincs feltehetően egy bronzkori ötvös mester készletéből származik. Ez is azt mutatja, hogy időszámításunk előtt 1000 évvel is kiemelt jelentőségű település volt Debrecen helyén. A 47-es út mellett pedig egy csaknem 6000 éves épület nyomait találták meg a régészek, ahol a fém leletek mellett kerámia töredékek is voltak. A Déri Múzeum régészeti igazgató helyettese szerint a leletek a történelem jobb megismerését szolgálják. Általában mindig szokott előkerülni a mostani elmúlt 20 év tapasztalatai alapján később bronzkor és római császárkor is, de ezen kívül bármilyen új információ is napvilágot láthat, ezért különösen fontos akár egy néhány száz négyzetméteres társasház területe is. A csúszdák és a hűsítő víz mellett múlt idéző kiállítás is várja fürdőzőket az Aquaticum Debrecen strandon. Az 1930-as évek elejétől egészen napjainkig kalauzolnak a fekete-fehér és színes fotók a 14 méter magas teraszra vezető lépcsőházakban. A képeket beküldő 3 nyertes pályázó ma fürdőbérletet vehetett át Széles Diana alpolgármestertől. Szinte mozdulni sem lehetett a nagyerdei strand hullámmedencéjében. Ez a filmfelvétel valamikor a 70-es években készült egy forró nyári napon. A vízben egymást érték a fürdőzők. Lehetett csúszdázni, a bátrabbak pedig csobbanhattak az ugródeszkáról is. Népszerű volt a strand, talán nincs is olyan debreceni, akinek ne fűződne hozzá egy-egy élménye. Az új Aquaticum Debrecen fürdőkomplexumot másfél hete adták át. A 14 méter magas főépületre vezető lépcsőházakban egy különleges kiállítás várja a fürdőzőket. A képek sokakban nosztalgikus emlékeket idéznek fel. A régi strand nagy emléke az, hogy 1971-ben nyarán itt ismerkedtem meg a férjemmel. Németországból jöttem, nyári egyetemista voltam, és itt ismerkedtünk meg, azóta itt élek. Minden lépcsőfordulóban egy-egy évtized elevenedik meg a fürdőzők szem előtt, a 30-as évektől kezdve, egészen napjainkig. A tárlat anyagát a modern munkatársai válogatták össze a hozzájuk beküldött fotókból. Ettől jobb helyen nem is kaphatott volna helyet ez a kiállítás. Úgy gondoljuk, hogy szimbolikus is az elhelyezése, nagyon jól szimbolizálja azt a fejlődést, amivé most lett a debreceni strandfürdő. Ha elindulunk a földszintről, akkor a 1932-es úgynevezett fürdőteleptől indulhatunk el. A felhívásra 150 kép érkezett. Ma 3 nyertes pályázó elismerésként fürdőbérletet vehetett át Széles Diánától. Az alpolgármester hangsúlyozta, azt szeretnék, hogy érezzék a debreceniek, hogy ez a strand értük van. Aki végig jön és átnézi a két lépcsőházat és megnézi a képeket, látja azt, hogy tényleg mennyire fontos volt debreceniaknek a strand is. Mi azt szeretnénk, hogy most is ugyanezt érezzék. Az időutazásra hívó tárlatot a fürdőzők akár két csobbanás között is megtekinthetik.
Hóbagoly nászra készül a debreceni állatkert. Csehországból érkezett egy fiatal tojó a már itt lakó két hímhez. Az intézmény reményei szerint a madarak hamarosan párba állnak. Vízpermetes ventilátorral hűtik a levegőt a hóbagoly rögdében. A Harry Potter filmekből ismerős, eredetileg az északi sarkvidéken költő hóbagoly ugyanis a hidegebb klímát szereti. A faj 2017 óta sebezhető besorolással szerepel a Természetvédelmi Világszövetség kihalással fenyegetett fajait soroló vörös listáján. Egyet számuk a világon az elmúlt évtizedekben több mint 30%-kal csökkent. Az európai állatkerti populáció mindössze 500 egyedet számlál. A gondozók abban bíznak, hogy a hóbagolylány érkezésével az intézmény hozzájárul majd az állomány növekedéséhez. Eddig tartott ma a Napszemle, riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóban legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!